Filmünk tényszerűen mutatja be az amerikai történelem egyik legvéresebb napjához vezető történéseket s annak következményeit. Az ábrázolt eseményeket és szereplőit a valóság ihlette. ...1929. február 14-e. Ez volt a Black Bottom tánc, a hatnapos kerékpárversenyek, a zászló rúdülés és az első Párizs-New York repülőjáratéve. Mickey Egér bemutatkozik a mozivásznon. Herbert Hoovert beiktatják az Egyesült Államok 31. elnökének ezen szavakkal. Mi, napjaink Amerikájában, közelebb állunk a szegénység felszámolásához, mint eddig bármelyik ország valaha. Fél évvel később összeomlik a New York-i tőzsde, és beköszönt a történelem legnagyobb gazdasági válsága. Chicago városában délelőtt 10 óra 25 van. A hőmérséklet mínusz 18 fok. Ja, Istenem! Istenem! A Valentin napi vérfürdő. Jason Roberts, Nagy Pál Gábor. George Segal, Dózsa Zoltán. Ralph Meeker, Epres Attila. Gene Hale, Ágoston Kati. További magyar hangok. Szabó Andor, Bezerédi Zoltán, Bozsó Péter, Faragó András, Ágoston Péter, Király Adrián, Hegedűs Miklós, Dévai Balázs, Katona Zoltán, Szabó Endre, Papucsek Vilmos, Besenyei Emma, Madai Gábor, Kis Horváth Zoltán, Fellegi Lénárt, Szatori Dávid, Petőc András, Szinovágy Gyula, Tornyi Ildikó, Gosztola Adél, Bácskai János. Zene Lionel Newman. Fényképezte Milton Krasner. Írta Howard Brown. Rendezte Roger Corman. Az 1920-as szesztilalmi törvény bevezetését követően az alvilági szervezetek egyre nagyobb hatalmat nyertek, miközben hadban álltak egymással, akár a modern nemzetek és vállalatok. A nyílt háborút békekötés követte, konszolidációs kísérletekkel, ám folyvást újabb harcok robbantak ki az alkoholcsempészet és a bordélyok bevétele kapcsán. 1929-re Chicago bandái 21.207 illegális italmérést működtettek, amelyek bevétele elérte a 357 millió dollárt. A város alvilágának 618 tagját gyilkolták meg 9 év alatt. A városházától kezdve a legkisebb ivóig mindent áthatott a korrupció. Üzenem a lotyó nővérednek, hogy tartsa a lencset szállt. Gondolád neki, hogy ne üsse bele a lovát az életünkbe. Két sört. Pofás ez a kricsmi. Köszönöm. Megy az üzlet, mi? Telik a bérletre. Meg akar mérgezni, jó ember?
Ha nem ízlik a sör, uram, ne is fizesse ki. Na mindenit, hogy maga milyen derék fickó. Hallottad ezt, Jimmy? A barátunk nem kér pénzt ezért a löccsért. Látom, maga is ezt issza. Ugye milyen förtelmes? Meg lehet, hogy én nem értek hozzá. Nem tűnik fel, hogy moslékot iszik? Igaz, ittam már jobban. Á, hallotta ezt? Még a barátja is leficsmálja, mi kéne még? Mondja csak, aranyapám, kitől veszi? Bizonyos Slawsontól. Slawson. Akit én ismerek, az Caponénak dolgozik. Al Caponénak. Nem lehet, hogy az ugyanaz a Slawson? Há? Á, már pedig az lesz. Mennyit vesz hetente? 5 hordóval. 5-tel? Egy ilyen kiváló létesítmény, jó sörből a duplája is elmenne. Küldök 10 hordóval, hordonként $55. Oké, nem uram, nem dacolhatok Caponéval. Moren se tehetné. Moren? Ismerek egyet, aki villamost vezet, de... ugye nem arra a Morenre gondolt? Tévedtem. Ó, fácslat rá! Bárki követhet el hibát. Itt vagyok én. Még a sör kapcsán is tévedhetek. Tán prima főzet, és csupán piszkosak a csapok. Előfordul! Na, most láthatja, mi a baj, barátom. Nem a csapok a koszosak, hanem zöld a sör. Szagolja csak meg! Belátja. Peter Guzenberg. Az Illinois Chicagóban született 1898. szeptember 22-én. Büntetett előéletű postarabló, betörő, rabló és hivatásos gyilkos. 13 évesen az iskolából hazatérve holtan találta az anyját. Tüstént lehúzta az ujjáról a gyűrűt és zálogba csapta. Már 7 éve Bugs Moran Northside-i bandájának tagja. Tíz hordó már holnaptól kezdve. És ne feledje, ezzel nagy szívességet teszek. Frank Guzenberg, Peter Guzenberg öccse. Az Illinois Chicagóban született 1902. október 11-én. Betörő, autótolvaj, zsaroló, mesterlövész. A Northside-i banda tagja 9 éve. 2 felesége van, de egyikkel sem lakik együtt. Vincenzo De Mora, alias Gép Pisztoly Jack McGurn. A New Yorki Brooklynban született 1903. július 7-én. 9 éves volt, amikor megölték az apját. 20 éves korára végzett mindenkivel, akinek köze volt apja halálához. Azóta a Capone bűnszervezet legfőbb bérgyilkosa és zsarolója. Te meg miért nem léptél közbe? Nem tehettem semmit. A fickó szó szerint szinte ott termett. Csak kivágódott az ajtó, és lőni kezdett. Ismered? Igen. Moran embere. Frank Guzenberg.
Alphonse Capone, alias Al Capone, alias Al Brown. Az olaszországi Castel Amarában született 1899. január 6-án. Nincs priusza. Egy brooklyni nyomornegyedben nőtt fel. 1919 elején költözött Illinoisba. Agyafurt, becsvágyú és a végtelenségig kegyetlen. 6 év alatt lett kidobó emberből Chicago legnagyobb alvilági szervezetének megkérdőjelezhetetlen vezetője. Társai számára ő a nagy cimbora. A köz úgy ismeri, mint a sebhelyes Al Capone. Köszönöm, Mr. Capone. Sajnálom a razziát, Jake, de az ubi kapitányunk nem együttműködő. Mi a probléma? Kéreti magát. Heti $100 ajánlottunk, de azt mondja, a körzetében a triplája jár. 300, he? Azt hiszik, hogy lopjuk a pénzt. Na, írd le a nevét. Áthelyeztetem a barmot. Hogy újra megválasszák. 500,000 Thompson kampányába, remek üzlet. Ha Csermák bekerülne a városházára, bukhatunk a kár. Évi 20,000,000. Ez pazarlás. Ha a polgármesterünk lesz itt, majd megveszük a másikat. Nem ismered Tony Csermákot. Charles probléma megoldó Fischetti. Az olaszországi Castel Amarában született 1891. augusztus 11-én. Al Capone másodunoka testvére, elnökként szolgál a találkozókon. Sokat iszik, de sosem részeg. Állami és városi szinten vásárol meg politikai vezetőket és köztisztviselőket. 1951. április 7-én fogják meggyilkolni. Amivel árthat nekünk. Ha ki akarja játszani a nagy cimborát, a végén még a fejére esik egy koffer. Jaj, ugyan. Fred, tudod, hogy... Hello, Al. Kezdjük a megbeszélést. Jake? Jake, azért rendeltünk be, hogy jelentést adj a Vágóhíd körzetről. Hogy állnak az ottani ügyeink? Felsorolom a számokat. És eldönthetitek. Rendben? Azt a körzetet Joe Soltistól vettük át október végén. És azonnal fellendítettük. Példának okán... A sör eladás 30 nap alatt, december 15-től kezdve 21,4... Jake zsíros új guzik. Az Illinois Peoriában született 1894. november 9-én. Valaha egy külvárosi bordélyház hálózat üzemeltetője volt. Jelenleg az alkohol eladásáért és terjesztéséért felel a Capone szindikátusban. Természetes halállal hal meg 1956. július 11-én. Én azt mondom, fiúk, ha sör eladásról van szó, az a nagy polák még az orráig sem lát. Az íg szerelmére! Folyvást járasszátok, ha meg végre becsukjátok vastag szivarló ki belőle, mint a bankároknak. Micsoda nagy menők. Na te, mi a gond, Al? Mi a gond? Tehát ti az imént szálltatok le a hajóról? Ha? Én vagyok az egyetlen, aki látja, mi folyik a városban. Akkor felsorolnék néhány tényt. Habár egyik sem olyan rózsás, mint amilyeneket Jake cimborán közölt. Mondanatok sem kell, hogy bevételünk származik a mészárszékből, vagy egyebekből a South Side-on, meg a West Side-on. De mi a helyzet a North Side-on, Jake? Annak kapcsán nem hallok biztató számokat. Vagy úgy gondolod, a város azon fele említése sem méltó? Ezt már megbeszéltük, Al. Igen, már megbeszéltük. Te beszéltél róla! Nem szeretnénk problémát, Al. Felesd el, Al. Bugs Morna csak henceg, Al. Ennyit érnek a számításai, Jake, most pedig az én adataim jönnek. A munkanapja óta Bugs Moran bandája kitúta a sörünket
28 Csehóból a Chicago Avenue-tól délre, nem hangzik soknak 28 kricsmi? Mit számít 28-at 12 ezerből, ugye? Ugye? Ha az észérvekre hallgatnak... Elhallgass, Charlie, most én beszélek! Ez nem minden. Vegyük példának Jack McGurnt. Derék cimbora, szófogadó, nem kíváncsiskodik. Bárcsak lenne belőle még 100. Na szóval, mi is történt egy hónapja? Moran egy átkozott csirkefogója tüzet nyitott rá a géppisztolyából! Tony Lombardo. Tony cimborám. Elmentem a temetésére. Megsirattam, zokogtam, mint egy kisded. No, az az ember. Életében nem hordott magánál fegyvert. A lúp közepén. Délután 16:30. Két golyót kapott a tarkójába, méghozzá Bugs Moran két embere jó voltából. Áll ugyan, kérlek, gondold csak át. Moran ellen vonulni rossz üzlet lenne. Üzlet? Hiszen itt az életben maradásunkat ét. Próbáld beleverni abba a betonfejedbe, hogy amit Moran eddig tett, csupán csak ízelítő volt. Ő engem akar. Engem akar holtan. Dájon, ő bennyön is azt akarta. Jaime Vice is holtan akart látni, ott, a 22. utcában, fényes nappal. Vesszek meg, ha az eszelős polák nem egy egész sereggel vonult ellene. Nekem meg is. Jó, tudom. Ma már másképp döntök. Na, ilyen volt Harvey Weiss. Most pedig Moran tervez egy ugyanilyen eszelős rajtaütést. De a pokolba vele! Mert elintézzük, mielőtt ő intézne. Azt akarom, hogy halljon meg az a nyomorult ír. Jól van, Al. Ha Morant akarod, megkapod. Persze, ehhez kell némi idő, és... Álljunk csak meg! Most csak ideges vagy. És senki sem vonja kétségbe, hogy okkal, de...
Kérlek, emlékezz vissza mit arra... Vitatkozni akarsz velem, Charlie? Intézkedj, Frank. Csak minél fürgébben. Fürgén? Nem is tudom. Kezdjük azzal, hogy egyelőre vajmi keveset tudunk a pasasról. Francesco Nittoni, alias Frank a végrehajtó Nitti. A szicíliai Montedoróban született 1887. január 9-én. Nitti vezeti a büntetőszakaszt, amelyet rátermett verő emberek és hivatásos gyilkosok alkotnak. 1943. március 19-én, miután adócsalásért elítélték, Nitti utoljára fog fegyvert. Önmaga ellen. Lehetőségünk lenne kiszúrni a fő tartózkodási helyét. Szóval erre nem vagyok kíváncsi. Mindenki kötözködik. Megmondtam, mi a feladat. Meddig tart? Nem tudom, mit mondjak. Esküszöm, nem tudom. Alig tudunk valamit a pasasról. Megértettem, Frank. 5 hét. Legfeljebb 6. 6 hét? Mivel lőnétek rá íjjal? Van ötleted, Jack? Na, igen. Lenne, uram. Talán arcátlanság, hogy beleszólok. De az elmúlt hónapokban megfigyeltem Morent. A Belden Essex apartman házban él, a Lincoln Park Westen. 5C lakás. George Miller néven fut. Imádja a feleségét, a gyerekeit. Éjszakánként otthon van. Egy lépés sem tesz William Marks és Ted Newbery nélkül, akikbe nem tanácsos belekötni. Hát ha segítettem valamit, uram. Az kimaradt, hogy hol vásárolja az alsógatyáját. Ezért mondtam, hogy jó lenne belőle még vagy 100. Most már értitek. Gyere ide, Jack. Eláruljak valamit? Kedvemre van, ha egy férfi nem csak kalaptartónak használja a fejét. És mivel már így is sokat tudsz Morenről, a te dolgod lesz kiiktatni. Már ha nincs kifogásod, Frank. Én nem tiltakozom. Boldogulsz, kölyök? Igen, uram. Csak még egy megjegyzés, uram. Meg lehet, hogy pár emberét is ki kell iktatnunk. Majd küldök virágot. Nem riaszt a háború. Csak egyikünk maradhat. Ha az elmúlt években betartja a szavát, most nem tartanánk itt. De megszegett minden egyes alkut. O'Banion lepaktált volna vele. Majd Weiss is tervezte. Nektek mondanom sem kell, hogy végezték. George Clarence Moran. 1893-ban született a minnesotai St. Paulban. Büntetett előéletű, betörő, lótolvaj, rabló, gyilkossággal gyanúsították. Chicago régóta fennálló megrögzött Northside-i bűnszervezetének vezetője, amely az elmúlt 5 évben folyamatos háborút vívott a Capone szervezettel, az alkoholcsempészet és a szerencsejáték bevételéért. Ezen 5 év során Capone köre a Northside-i banda minden korábbi vezetőjét meggyilkoltatta. Jaime megrázta a spagetti faló zsíros kezét! Hogy, de igaz. Mostanában megnehezítettük a dolgát. De én mondom nektek, hogy az édes kevés. Ha belegondolunk, hogy mit művel velünk, beviszi a moslékát a szalonjainkba, elrabolja a piánkat, ide küldi szimatolni a Jack McGann féle huligánokat. Lehet, hogy ti ezt eltűritek, de én nem fogom. Azt mondom, ideje, hogy Caponét és a söpredékét kiszorítsuk. Végleg! George! Hogyan? Elkezdheted a háborút, de nem nyerheted meg. A város minden digója neki dolgozik. Nem csupán neki, Joe Aiello-nak is. Annak a hitván söpredéknek. Capone azt se tudja, hogy életben van. Nem beszélhetsz így az új társunkról. Hé, álljunk csak meg, várjunk csak. Mi ez, valami tréfa? Ő vissza, Frank. Mióta szokásunk összefogni ilyen senkikkel? Rám ebben ne számíts! Hallgass, ostoba káposzta zabáló! Capone ellen már bárkit bevetnék! Emlékszel, O'Banionre?
És Jaime Weissra illene, mert te is vitted a koporsóját. Vagy ha egy barátod meghalt, elfelejted? Hát én nem. Danny O'Bannon a barátom volt, és nem felejtem el. És nem felejtem el, ki nyírta ki. Ugye, digókra, könnyedén golyót eresztenek a hátadba. Átkozott szicíliaiak. Na viszlát, Jaime! Jó reggel, Johnny! Reggelt, fiúk! Mert ez Capone stílusa. A gyilkos hazug semmire kellő esküdözött, hogy nem jön a Northside-ra. Én nem várom meg, hogy a temetőbe juttasson. Kicsináljuk, mielőtt kicsinálnak. Jó, végezzünk vele mielőbb. De boldogulunk mi az olyan spagetti falók nélkül is, mint Joe Aiello. Frank, fiam, szörnyen ostoba vagy. Capone-t támogatja a maffia. Mindenhez a legfőbb digó engedélye kell. Ő pedig nem lehet főnök, mert nem szicíliai. Az embere, Peci Lolordo vezeti a helyieket. A spagetti falu Joe Aiello Lolordo cimborája. Segít nekünk kiiktatni Lolordót, és átveszi a maffiát. Akkor indul a vén sebb helyes arcú a végső útjára. Csak hogyha nem sikerül, ő küld oda minket. Ajánlom, hogy sikerüljön, mert rád bízom. Nem mondom, hogy teljesen lehetetlen, ha Aiello bejuttat minket. Albert R. Kacelek, alias James Clark. 1888. február 25-én született a németországi Kroyenkében. Büntetett előéletű, betörő, autótolvaj, gyilkossági gyanúsított. Mióta 5 éve elvette Bugs Moran húgát, ő lett Moran bandájának második embere. Valamint egy jó sofőr a menekülő autóba. Nem érdekel, hogy hogyan, csak ittasd ki Lolordot, gyorsan. Egész korán megtanultam vezetni. John May, 1897. szeptember 28-án született az Illinois Chicagóban. Nős, 7 gyermek apja. Kétszer tartóztatták le szép feltörésért és betörésért. Alkalmanként a Moran bandának dolgozik autószerelőként. Megígérte a feleségének, hogy kerüli a bajt, de 3 havi lakbérrel tartozik. Szívesen segítenék, Mr. Clark. Csak attól tartok, hogy... Magától függ, Johnny. Ha szívességet tenne rámek. Ha nem... Akkor sincs semmi gond. Igyel egy kis tejet. Nem igen értek én a fegyverekhez, uram, és nincs pisztolyom. És a lövöldözést törnek ki, nem mégis is? Mégis honnan az ördögből szedte, hogy az lesz a dolga?
Azt képzeli, hogy egy amatőrre bíznánk, hiszen még a saját anyámat se lövetném le magával. A Guzenberg fivéreknél lesz a fegyver. Johnny, magától csupán annyit várok el, hogy vezesse a kocsit. És esetleg bevethetné magát, ha eldurvul a helyzet. Ne sírj. $100 kapna. Na most benne van, vagy nincs? $100 kapnék érte. Ha? Vállalom. Egyébként is jól jönne a pénz. Égy el, kicsi. Már nem vagy éhes. Nicholas Sorello 1872. május 13-án született a szicíliai Marsalában. Az unoka fivére Dominic Forenza hozta az államokba a 30-as évei végén. Nős, 5 gyereke van és 11 unokája. Nehezen szokja meg az új világot, és állandó szegénységben él. 1929. február 15-én meggyilkolják, alig 24 órával azután, hogy elkövette élete egyetlen bűncselekményét. Szabad! Mr. McGurn? Nick Sorello vagyok. Üljön le, Nick! Inna valamit? Nem éhes? Köszönöm, nem. Igazán kedves öntől, hogy megkérdezte. Dominic Forenza szerint megbízható ember. Talán azért, mert a memóriám, tudja, nem valami jó. Mivel foglalkozik? Van egy furgonom. Van, hogy eladom a piacon a zöldséget, van, hogy költöztetéssel foglalkozom. Nehéz tisztes munkát találni ilyen erős akcentussal. Igaz. Akad dolga a rendőrséggel? Nem. Vagyis egyszer bevallom. Azt állították, hogy amit viszek, az lopott áru. Erre én, hogy erről nem tudok. Kipakolták a kocsit, és utamra engedtek. Ugyanaz volt az óhazában is. Itt sem más az élet. Lenne egy megbízásom. Ha megcsinálja, szép summát kap. $500. Még tisztelő, hogy önt szolgálhatom, Mr. McGurn. Kellene még két pajzani, akik tartják a szájukat. Egy kocsit hagynak a háza előtt az éjjel. Lopott úgy, hogy szabaduljon meg tőle, amint végez. Megértette? Ezt írja le. Holnap reggel pontban 9-kor elmennek a 33. utcába. Fél tömnyire nyugatra a Robitól. Kell egy pisztoly is. Pisztoly? Na, olyasmi nekem sosem volt, Mr. McGurn. A fegyver csak problémát okoz. Nincs golyó, nincs gond se. Oké. Okay.
Oké, orrom. Központ! Asszonyom, kapcsolja a rendőrséget! Épp szemtanúja voltam egy autórablásnak. Johnnyval bemagoltuk a feladatunkat. Már csak annyit kellene tudnunk, hogy... Tessék! Mr. Moran, Nick Sorello vagyok. Nem rémlik, hogy ismerném, uram. Igen? Igen? A márkája? Mennyit kér érte? Jól van, hívjon vissza másfél óra múlva. Igen, kérem. Hát ez meg mit akar? Egy Sorello nevű fickó. Túladna 80 rekesz odd lock cabinen. Rekeszenként 56-ért. Igen, jutányos ár. De bízhatunk-e benne? Monroe, a 8099-et legyen szíves. Zelakoszta hadnagyot kérem. Szeos Larry, George vagyok. Lenne néhány kérésem. Kérdezz rá, nem loptak-e nagyobb szállítmány piát a napokban? A Mészárszék környékén. Úgy van. És ha már ott vagy, nézz utána, van-e Priusza a Nick Sorellónak? Igen. Egy óra múlva visszahívlak. Kösz, Larry. Bocsáss meg, mit mondtál? Csak azt, hogy mi készen állunk kezdeni. Csak utána nézünk, hogy vajon Lollordó testőrei ugyanakkor szokták-e váltani egymást. Két fiú ott van és megfigyeli őket. Alfonso, carissimo! Pasqualino, scalda il cuore, avvederte, Pasqualino. Gyere be, gyere! Salute e vita durevole. Altrettanto. Grazie. Bugsy, Bugs Moran elvetette a súlykat. Már utasítottam a fiúkat, hogy intézzék el. Ezt hallani sem akarom, Alfonz. Nem lenne bölcsebb, ha átbeszélnétek? Frászkarikát! Beszéltem Mubanyennel, és kinevetett. Beszéltem Weiss-szal, könyörögtem neki. Aztán háromszor próbált kicsinálni. Moran ugyanolyan csökönyös szamár. A parasztokkal képtelenség szót érteni. Valahányszor megpróbálom, folyton rám lőnek. Nem engedélyt kértem. Közöltem. Megszabadulok Morentől. Così sia, compadre. Mi ketten nem fogunk összeveszni mi haszna semmire kellők miatt. Jack meg Göndre bíztam az ügyet. Két maffia tagot szeretne fegyverekkel. Scalisit és Anselmit. Ugyanannyit kapnak, mint Haim Weissért. Rendben? Ahogy kívánod, barátom. Alfonso, valami más is bánt, ha jól látom. Igen. Hallottam egyes mást. Tudod, hogy megy ez? Hallasz egy szót itt, majd amott, így összerakhatod a teljes képet. Meglát igaz, meglát, hogy nem.
de úgy vettem ki, hogy Joe Aiello átvenni a helyi maffia irányítását. És a te neved ott áll egy golyón. Nekem nincs félnivaló Aiellótól. Giuseppével testvérek vagyunk. Együtt jártunk a Palermói Egyetemre. Egy hónap különbséggel jöttünk ide. Mindketten tagjai vagyunk a testvériség belső tanácsának. Nem, Alfonso, teljes szívemből hálás vagyok az aggodalmadért, de a szóbeszéd nem igaz. Biztosan tudom. Igen? Nick Sorello vagyok. Jöjjön! Kecse! Kik vannak magával, Nick? Csak ketten jöttek. Két közeli jó barátom, hogy segítsenek. Hívja be őket. Hé, Mario! Joe! Avanti! Szaporán, szaporán! Jöjjön már! Ezt meg hogy gondolta? Kérem, bocsánat, signore. Csak szükségem van a viszki őrizéséhez. Maga nagyon rossz fiú, Nick. Na, hozzák csak be. Dr. Reinhard H. Schwimmer. 1896. december 1-én született az Illinois Chicagóban. Kétszer nősült, kétszer vált el. Nincs Priusza, de a gengszterek csodálói közé tartozik. Az utóbbi hónapokban összebarátkozott a Moren szervezet tagjaival, és tetemes időt tölt velük. Szemész, de nemrégiben feladta a praxisát, azóta özvegy édesanyja tartja el. Jól van, Nick. Jöhet a többi. A pénz? Signore! Előbb fizesse ki az árát! Ne aggódjon, majd küldünk egy csekket. Már megbocsásson, signore! Magával Mr. Morennel beszéltem a telefonozón. Azt mondta, oké, Nick, kifizetem a pénzt. $56 ládánként első osztályú holmiért. Hé, megkóstolta, Ez aztán prima első osztályú holmi. Úgy van. Szóval csak fizesse meg az árát. És mi lepakoljuk a kocsiról. Hol szerezte, Nick? Mr. Moren ezt nem kérdezte meg. Ő csak azt mondta, hogy... Ne csak liszták, nem igaz, öregem? Ugye gyagyás Oberta embereitől. Hallani ezt azt, Nick? Ha nem fizet a gyagyásnak, mi sem fizetünk, ez így fair. Jó, nem bánom. Megkapja a dohányt. Mozgás! Adam Heyer az Illinois Springfieldben született 1881. június 26-án. Egyszer ítélték el csalásért. Kétszer nősült. Egy gyermeke van, egy fiú az első feleségétől. Szakképzett könyvelőként Heyer intézi a Moren szervezet könyvelését és pénzbeszedését, valamint a helyi politikusok és a rendőrök megvesztegetését. A felesége jó ideje betegeskedik, ezért előle és barátai előtt óvatosan titkolja a valódi munkáját. Végeztünk, Mr. Guzenberg.
Nick? Stimmel, higítatlan Oldlock Cabin. Hányra kezdszel? 82. Én magam számoltam meg. Nick nem hazudna nekünk, mert szeret élni. Jól mondom, Nick. Tehát 82 rekesz. Rekeszenként $56. Ez összesen $4592. $1000, $2000, $3000, $4000. 1, 2, 3, 4, 5. Akkor legyen kerek összeg. $4500. $500 minket illet. Ha segítünk lepakolni, akkor jár nekünk. Így van? Hálás köszönetem, signore! Talán köthetünk üzletet még máskor is, arra mérget vehet. Nincs is élvezetesebb annál, mint amikor eszes fiúkkal üzletelünk. És maga rendkívül eszes fiú. Úgy van. Aljas nagy menők! A pénz egy részét visszalopták a szemtelenek. Több mint $500 vettek el. Gondoltam, hogy így lesz. Még számítottam is rá. Lesz még egy megbízatása. Még nem tudom, hogy mikor. De pofon egyszerű kis munka. Csak egyetlen telefonhívás. Végzd az esetbe, Pűt. Holnap Frank felvesz pontban délután 3:45. Majd pontban 4 előtt 10 perccel felveszitek Joe Aiello-t a Walton és a Polina sarkán, érted? Majd mindhárman felmentek az emeletre, és bejuttok Lolordó lakására 5 perccel 4 előtt. Megjegyezted? Miattam ne fájjon a fejed, úgy lesz. Inkább Aiello miatt aggódj. Nem lesz vele gond. Ha mégis baj történne, számítok rád. Viszlát. Mr. és Mrs. Peter J. Gunn néven élt együtt Peter Guzenberg és egy egykori revütáncos lány, Myrtle Nelson Kappelman, az 5C lakásban a Rasco Street 434-ben immár 7 hónapja. Egész éjjel ott akarsz olvasgatni. Most nem tudom, hogy hol tartottam. Tényleg? Na gyere ide, majd megkeresem. Te mit teszel? Szerinted mit tehetek? Szendvicset. Nekem is kenhettél volna. Mi a baj? Talán eltört a lábad? Pete, figyelj csak! Emlékszel a kabátra, amit adtál? Azt mondtad, kicserélhetem, mert túl nagy rám. Hát aztán... Kicseréltem ma délután. Egy sokkal szebbre. Szebbre? Mi az, hogy szebbre? Az a rongy $750 volt. Ó, tudom én, hogy drága volt. Csuda rendes vagy ám hozzám. Meg se forduljon a fejedben, hogy nem vagyok hálás. Csak hogy ennek most egyszerűen nem tudtam ellenállni. Megvan. Te csak ülj nyugodtan. Már is felveszem. Meglátod, milyen csinos. És a fiúkat hallják élőben a Sherman Hotel College-jéből. Hölgyeim és uraim, a dicső középnyugat legnagyobb slágereit hallhatják.
Most következzék a stumbling. Motorkáljunk egy kicsit, hölgyek. Hát nem csodaszép, Pete. Mennyi volt? Nem kell ilyen szemrehányóan kérdezni. Mennyi volt? Szinte ajándék, bébi, úgy leáraszták. Tudtam, hogy szeretnéd. Csak $3000. Három lepedő? Te semmire kellő kis aranyásó! Amikor magamhoz vettelek, csak egy vacak majomprémes szövetkabátod volt. Holnap visszaviszed, megértetted? Vidd vissza! Egy frászt, te fukar gengszter, megtartom! Csendháborítás! Engedj be! Sóherd disznó! Mindjárt rá... Amikor néhány héttel később a sajtó meginterjúvolta, Myrtle így nyilatkozott. Ó, Pittel házasok voltunk, úgy egy éve. Már nem emlékszem pontosan, hol is házasodtunk össze, de nem Illinoisban. Fogalmam sem volt róla, hogy gengszter. Azt állította magáról, hogy ügynök. Nála kedvesebb, gyöngédebb férfival még sosem találkoztam. Január 7-én a Moren banda végrehajtja a helyi maffia főnök Patsy Lollardo meggyilkolásával kapcsolatos tervét. Az első lépés Pete és Frank Guzenberg számára, Joe Aiello barátságát kihasználva bejutni Lollardo lakására. Maga Aiello? Aiello. Szálljon be! Azért nyugtasson meg, biztos, hogy ez a Lollardo nem csal minket kelepcébe. Don Pasqualinoval szinte vértestvérek vagyunk. Őszintén hiszi, hogy üzleti tárgyalás okán keressük fel. A testőre is tudni fogja. Ezért megengedi, hogy bemenjünk. Kapis? Szálljon be. Csak nyugodt. A Patsy Lollardo terv második lépése. Szisztematikusan megszabadulni a testőreitől.
Caro Don Giuseppe, alla salute. Alla tua. Gond az országgal, hogy hanyatlanak az erkölcsök. Nézze csak a fiatalokat. A lányok nyílt utcán cigarettáznak. A kocsik hátsó ülésén csókolóznak, és kurta szoknyában fáváskodnak. A suhancok olcsó kotyvasztott viszkit kortyolgatnak, és félrészegen furikáznak. Teljesen igaza van, Mr. Capone. Naponta látom a tárgyalóteremben. Részegek, rendetlenek, dacosak, már nem bírok velük. Megmondom én, mi kell nekik. Egy öv, amivel megrakják a pucér hátsójukat. A fiúknak és a lányoknak is. Ha az egyik... Sürgős hívás. Bocsásson meg, bíró. Így alak nyugodtan, már is visszajövök. Halló? Igen, Al vagyok. Ki? Ó, szervasz, Márti. Mi volt ilyen sürgős? Ne feled... Mi történt, Al? Mi a baj? Mondd már! Betsy Lalordo meghalt. Meggyilkolták őt! A saját házában! Lelőtte a barátja! Traditore, carangia, che lui e figli e figli e figli e. Nyugodj meg, Al! Marcire all'inferno per un milione di anni! Halljam! Ki ölte meg? Hárman voltak. Maren két csirkefogója. És Giuseppe Aiello. Aiello? Igen. Mit is mondtál nemrég, Charlie? Beszéljek Morennel? Próbálja meg lefizetni? Legyek elnéző vele? Ide hallgass, mondok én valamit. Ennyi hiányzott, hogy kijelentsem, hogy életedben először talán igazad volt. De végeztem vele. Morennek vége. És Aiellónak is. Róla én gondoskodom. Látod? Akár egy vénemberi. Én mondom, a szakszervezet ki akar nyiratni. Egyszer már megpróbálták. Legközelebb visszalőhetnél. Nem való nekem a puska, George. Nem születtem én lövésznek. Akkor minek születtél? Nyakkendőárusnak? Csempészetbe fogtál, ahogy mi mindnyájon. A sok dohányért, amit fizetek, vagy visszalősz, vagy kiszállsz. Inkább elvezetném az egyik csehót. Az menne nekem, tudod, Jul?
Most nincs szabad állás kocsmárosoknak. Talán nem is lesz. Csináld, amire alkalmaztalak, vagy... Albert Weinschenker, más néven Albert Weinschenk. 1893. december 23-án született az Illinois Chicagóban. Nincs Priusza. Habár a szószoros értelmében nem gangster, 3 éve mégis kapcsolatba került a Northside-i szervezettel. Kezdetben italmérőket üzemeltetett, most pedig ő felel Bugs Moran szakszervezeten kívüli takarítóiért és festőiért. Megértem, hogy nem könnyű neked, de jó munkát végzel és megbecsüllek. Mi lenne, ha hazamennél és alaposan átgondolnád? Beszéld át Irene-nal. A Clark Street-i garázsban leszek csütörtökön 10:30-11 között, majd ugorj be. Úgy lesz. Bárcsak Irene ne lenne annyira ideges, de hát ismered a nőket. Igen. Nem lehetek eléggé hálás, George. Fájtlat rá, régi címborák vagyunk. Halló? Mr. Moran? Itt Nick Sorello. Emlékszik rám? Igen, rémlik még, Nick. Mit szeretne? Meg lehet, hamarosan szerzek ismét ugyanolyan holmit, mint legutóbb. Ugyanazon az áron. Rendben? Csak kezdhetünk vele valamit. Hányra kezd van? Na, ebben nem vagyok biztos. Még nem érkezett meg a szállítmány. Gondolom érti, Mr. Moran. Igen, megértettem. Mit gondol, mikor jön meg? Teszem azt holnap, vagy talán 2 nap múlva? Rendben van, hívjon fel, a fiúk majd fogadják. Mr. Moran, lenne még valami. A legutóbb az emberei kissé csudar módon bántak velem. Ezúttal önnel szeretnék megalkudni. Érti? Az embereivel nem. Legyen csütörtök délelőtt 10:30-kor ugyanott. Jó, magam is ott leszek, és garantálom, megkapja, ami jár. Ez nagyszerű. Önnel találkozni örömömre szolgál. Köszönöm, Mr. Moran. Mr. Moran. Nézze csak, van itt egy gyönyörű stílusú darab, ami tetszene. Melegvizes fűtése van, biztonsági üveg, szellőző forgattyúház. A legjobb önindítós a piacon, csupán 25 000 kilométerrel. Jól járna ezzel a szépséggel? Nem is tudom, hiszen használt autó. De egy használt LaSalle, uram, ez nagy különbség. Elárulok önnek egy titkot. A megyei rendőr kapitányi volt. És ő nagyon vigyáz az autó mobiljára. Az ára? $800. De önnek? 750. Legyen. Feltéve, ha már most elvihetem. Nem látom akadályát. Hogy kívánja kifizetni? Hát készpénzzel. Ha megfelel. Igen, uram. A készpénz meggyőző. Csupán a nevét és a címét kérném el. Hogy James Morton. Hubbard Street 212. Los Angeles, Kalifornia. 4 hónap előre. Hogyne, uram, nagyszerű. Már is hozom a számlát, Mr. James Morton. Nagyon örülök, Mr. Morton. Február 11-én este Angelino Molino, Joe Aiello másodunoka testvére vonatjegyet vett Los Angelesbe. Tudván, hogy Capone már rájött, hogy ő áll Lollardo meggyilkolása mögött, az utolsó percben Aiello száll fel a vonatra, hogy elmeneküljön Capone bosszúja elől. Ki mondja, hogy torkig vannak a népek? A lapok? A rádiós nagy okosok? Mit tudnak ezek? Nagy ívben tesznek másokra. A lényeg, hogy ne ők adják be a kulcsot. Sok embert ismerek, bizony, mert fontosak a kapcsolatok. Ezek élvezettel olvassák, ha egy szerencsétlet az utolsó útjára visznek. Halló? Igen, Frank? Várj meg. A Borville-nál.
Gyerünk, gyerekek! Ti várjatok itt, fiúk! Ki kell fizetnem egy számlát? Mit akar? Jegyellenőrzés. Egy pillanat. Alcsi! Traditoro. Signor Capone! Siamo due omini, ragionevoli. Basta! Assassino. Ma se... Girare! Giro! Mrs. Dudi, a barátommal kivennénk egy csinos utcai szobát, és a táblája... Na, befelé! Nem fűtetem az egész utcát. Amilyen drága manapság a szél. Ez igaz. Maguk tán zenészek? Egy zenekarban. Egy kabaréban játszunk a Fullerton Street-en. Fent vannak a szobák. Értem. Ó, milyen elragadó ez a kis ház, Mrs. Dudi. Nehogy nekem itt túlköljenek. A lakóim ki nem állhatják a ricsajozást. Ne aggódjon emiatt, asszonyom. Csak akkor muzsikálunk, ha megfizetnek érte. Két egyszemélyes, vagy egy dupla? Jó lesz a dupla, ha utcára néző. Ha napközben akarnak aludni, hátsó szobát kérjenek. Szörnyen ricsajos az utca a buszokkal, meg a népekkel. Mondom, utcai szobát, érti? Tudja, mi New Yorkból jöttünk. Csendben már aludni sem tudunk. Fogadok, maga is így van vele. Mutatom, mit adhatok. Ez ám a pofás szoba, asszonyom. Kivennénk. Hetente kétszer húzok ágyat. A fürdőszoba a folyosó végén.
11 után nincs látogató. És nőt nem akarok idefent látni. Én tisztességes házat vezetek, emiatt ne fájjon a feje, asszonyom. Holnap át is hozzuk a holminkat. Mennyit kér a szobáért? Heti 9 dollár lesz. Előre. A számla és a másik kulcs a kis asztalon lesz. Mi a nevük? Mr. White. Én meg Johnson vagyok. Hé, hölgyem. Van itt egy telefon? Fizetős, a folyosó végén. Fel kéne hívnunk Viket. Már is. Long Beach, 6599. Töltőállomás, Omera vagyok. Hogyne, tartsa. Telefon. Halló? Most lépett ki, van üzenet? Majd visszahívom. Rendben van. Ki lépett most ki? Téves hívás. Sikerült? Igen. Szeretnétek, fiúk? A legjobb helyre jöttetek. Én jártam már itt, tudja? Ismerősnek is tűntél. 2 dollárt kóstál fejenként. Lássuk. A kocsi a garázsban, a Wall Street 1723 mögött. Étni. Egy észak-déli irányú kis utcába vezet. Menjetek ki a Bloomingdale-re, majd balra a Woodon, keletre a Websteren, a Clarkra, majd délfelé az utca közepéig. És ott találjátok. Más városból jöttetek, senki sem ismerhet fel titeket. Csak zsaruként kell viselkednetek. Ez legyen a tiéd. Ez Moren. A túloldalról nem láthatják rendesen az arcát, de a többieknek más a testfelépítése, így nem lesz gond. Többnyire barna ruhát hord. Öltöny, felöltő, kalap, cipő. Albert Anselmi a szicíliai Marsalában született 1892. június 11-én. A maffia tagja és hivatásos gyilkos, ahogy John Scalise is, aki a szicíliai Castelvetránóban született 1895. január 24-én. Alig 6 év leforgása alatt 31 gyilkosságban vettek részt közösen. Ők végeztek Dionne Bunyonnal és Earl Jaime Weiss-szal is. Megvan rá az esély, hogy kiszúrjon titeket egy valódi járőrkocsi. Ha még nem értetek oda, és meg akarnak állítani, nem gond. Az ügyvédek ezt könnyedén elsimítják. Ha távozás után történik, nyugodtan nyissatok tüzet. Akkor már nincs vesztenivalótok. Van kérdés? Végeztünk.
Halló? Jack, örülök, hogy jelentkeztél. Felétek milyen az idő? Fagy pont körüli, Mr. Capone. Nekünk is jól esne egy kis Miami napsütés. Hajne, azt elhiszem. Van valami konkrét közlendőd? Van, uram. Csütörtökre minden elő van készítve. Délelőtt, 10:30 körül, kedves Valentin napi ajándékot szállítunk le. Valentin? Na hát, csak ugyan. Éppen csütörtökön lesz Valentin nap. Hát nem jó pofa? Bogaras Max Valentin napja. Te, fiam, tégy róla, hogy szép piros Valentin napjuk legyen. Háromnegyed hétkor, élete utolsó napján John May korán megy busszal dolgozni. $10 prémiumot ígértek neki, ha még délelőtt kicseréli a váltót a banda egyik kocsijában. Hét óra 2 perckor élete utolsó napján Pete Guzenberg fontolgatja, hogy megszabadul Myrtle Couplemantől. Ilyen lányból bármikor talál másikat. Hét óra 23 perckor élete utolsó napján Albert R. Kacelek alias James Clark új kocsi vásárlásán töpreng. A státusza alapján ennél különbet érdemelne. Felkelthettél volna, hogy együtt reggelizzünk. Ugyan? Honnan tudjam, fiam, hogy itthon vagy-e? Amilyen késő jársz haza. Azt ígérted, együtt vacsorázunk. Bocsáss meg, de összefutottam pár baráttal. Mindjárt sejtettem. Amint megjelennek a híres barátaid, elfeledkezel anyádról. 7:30 élete utolsó reggelén Reinhard Schwimmer pénzszűkében van. Beszélnem kell veled, mama, nagyon fontos. Bánt, hogy ezt kell mondanom, de bajban vagyok. Csak nem valami rendőrségi ügy. Szó sincs róla, csak tartozom. $300, ha nem fizetem ki, pácban leszek. Ich verstehe dich nicht, Reinhard. Egy ilyen kiváló szakmával. Hogy élhetsz léhán? Nem bánom. Ha megígéred, hogy elkerülöd a gengsztereket, megszerzem a pénzt. Úgy lesz. A szavamat adom. Csak légy jó fiú, Reinhard. Remélem, nem olyan nagy kérés ez. Halló. Mit akarnak? Tessék. Halló, Eddie. Már fent vagyok. Igen, Eddie, mondom, fent vagyok. Miért ilyen sürgős? Szerinted olyan nagy élvezet hallgatni, ahogy horkolsz? Maradj még, Csini baba. Csapra verünk egy hordót. Még itt vagy. Uraságot, tartozik nekem $25. És el nem megyek, míg meg nem kapom. Úgy illene, hogy te fizess nekem. Na, azt lesheted. Ó, köszönöm, mókuskám.
Majd találkozunk. 7 óra 41 perckor élete utolsó reggelén Frank Guzenberg azon tűnődik, visszamenjen-e valamelyik feleségéhez. Készítsek reggelit, szívem! Nyolc órakor, élete utolsó reggelén, Adam Heyer azt számolgatja, mennyi pénz megy el a megtakarításukból a felesége műtétjére. Megmondod neki, Bert? Ugye nem hátrálsz meg? Ígérd meg! Ugyan, ne aggódj szívem. Eltökéltem. Bemegyek és kerekperec kijelentem, hogy befejeztem vele. Vége. Áll az égnek. Ebéd után hívlak. 1:30 körül. 8:45-kor, élete utolsó reggelén Albert Weinschenk eltökéli, hogy a biztonsága és a lelki nyugalma többet ér évi 20 000 dollárnál. Ezt hallgasd, mindössze 600 dollár. 4 hengeres, lengés csillapítóval, így rázkódás és rezgésmentes. Vagyis a vezetés páratlan élmény. Nagyobb sebesség Alex. És... Moren? Nem, túl alacsony. Mondjak valamit. Már a 6. fickó ment be. Nem kérték, hogy számoljuk őket. Csak arra az egyre kell ügyelnünk. Jó reggelt, fiúk! Csak nem a jó öreg René. Hogy megy a szemészet, Doki? Nem hallottam már, visszavonultam a befektetéseimmel. Úgy érti, a mamus fizeti a számlákat. Láttam kint Pitt kocsiját, gondoltam benézek, beköszönök, iszom egy kávét. Kiszolgálná magát, öregem, most ment el a pincér. Hogy ne. Mi újság, Pitt? Meg vagyok. Tudja, a Borbénál egy pasas adott egy tippet az első futamra. Indián varkocs, nagy szorzós, szerintem esélyes. Én csak magamra hallgatok, ha nem haragszik. Hogyne, Pitt, hogyne. Csak továbbadtam, hát, ha érdekli, ugyebár. Milyen idő van? Egyre hidegebb. A szél úgy vág, akár az éles borot van. De kényesek vagytok. Mr. Miller? Mr. Bernstein keresi, Interurban Detroitból. Tessék élni, George. Mi olyan fontos? Miért nem ért még ide? Megvan. Megfelelő testfelépítés, öltözék, ő az emberünk. Már is elintézhetni. Nyugalom, cimbora. A miénk lesz, ha kilépne az ajtón. Hívd fel Viket. Igyekezz! Központ. Kapcsolja a Long Beach 6... Long Beach 6599-et. Igen, úgy van.
Igen, halló? Mr. King? Most lépett ki. Van üzenet? Igen. Szóljon, hogy kész az inge. Oké. Meg mit nővel? Fokhagyma! Ha a golyó nem végez veled, a vérmérgezés kit csinál? Megmondtam, ha megint feltornázná az árat az utolsó percben, keresek mást. Ezért kézigránát járnak alapjába. A mocsok zsarok. A legjobbkor jutott eszükbe szimatolni. Már csak azt hiányzik, hogy Sorello most jöjjön a piába. Ígyunk meg egy kávét. Az tényleg jó lesne. Rendben, Mike. Hallgass, őrszem. George, te vagy az? Jó napot, fiúk. Segíthetek valamit? Hé, pofa be! Álljanak arccal a fal felé. Gyerünk, odaállni. Na, mozduljon már! Kérem! Nyomás. Maguk is. Hallották, nyomás? Mondja, pajtás. Ez tréfának szánja. Mozgás. Lúdta a pas zsaru. Majd, ha megtudja a főnökük. Mozgás! Hé! Maga! Maga mit csinál? Álljon fel! Biztos úr, én csak egy szerelő vagyok. Mozogjon! Én csak a kocsikat szoktam javítani. Mozogjon! Nekem semmi közöm hozzájuk. Lúdulj! Ezeket a falra! Támaszkodjanak rá! Tanácsolták, hogy szálljak be a tőzsdébe. Fektessek be pár ezres, és jövőre gazdag leszek. Erre én, hisz így is gazdag vagyok, egyébként is. Jó
jó nagy baleset lehet. Igen. Ahogy manapság vezetnek, kész, Mázli. Hé, hey, Kenny! A zsaruk kinyírtak egy csapatnyi gengsztert a műhelyben. Bugs Moran volt az egyik. Frank? Hall engem, Frank? Kilőtt magukra? Kitette? Kilőtt magára? Senki sem. Senki sem lőtt rám. A bátyja meghalt. Mind meghaltak. Halljam, kitette. Nem hallgathatom el. Nem fogja túlélni. Hívjak magának papot? Ne. Csak adjanak békén. Nem hagyhatja, hogy megússzák. Kérem, segítsen. Olyan. Hideg van. Nagyon fázom. Néhány órával a Valentin napi vérfürdő után az újságírók megtalálták Morant, ami a rendőrségnek nem sikerült. Csak súlyos megfázás, de ki kell kezelni. Hol volt ön, Mr. Moran, eközben? Na hát, épp vidéken. Meddig kell kórházban maradnia? Ezt még nem tudom biztosan. Úgy egy-két napig. Tudod róla, hogy a rendőrök keresik? Már is értem miért. Ebben nem segíthetek. Csak nem oda lett a megélhetése. Félreérthetett valamit. Az ingatlan szakmában dolgozom. Ah. Ó, igaz, hogy ismertem némelyiket, de csupán felületesen. És olvastam is, hogy nekem dolgoztak. De nem kell elhinni mindent a lapoknak. Rengetegen beszélik, hogy valójában a rendőrség ölte meg azt a 7 embert. Gondolja, hogy lehetséges? Maga még új lehet a városban. Csak Al Capone tud így gyilkolni. Töltsenek maguknak egy italt. Mindig szívesen látom a sajtó képviselőit. De higgyék el, én is kíváncsi lennék a válaszokra. Mr. Capone, ön is látta a rettenetes helyszíni fotókat a lapokban? Csak egy pillanatra. Borzasztó. Ha nem bánja, hogy megkérdezem, Mr. Capone, hol volt, amikor történt? Hát itt, Miami-ban. Aznap reggel épp a kerületi ügyésszel volt megbeszélésem. Ismeri személyesen Mr. George Morant? Találkoztunk egyszer. Néhány éve. Nem ismerném fel, ha szembe jönne. A helyi hatóságok szerint ön rendelte el a mészárlást. Kommentálná ezt, Mr. Capone? Nem csodálkozom. A chicagói nagy tűzvész óta mindent rám fognak. Hallotta, mit nyilatkozott Bugs Moran a lapoknak? Hogy csak Al Capone tud úgy gyilkolni. Igen. Megmondom, mit szól ehhez Al Capone. És idézhetnek. Nem véletlenül Bogaras a neve. A Valentin napi vérfürdő okozta közfelháborodás hatására. Egy időre szünet állt be az amerikai történelem legvéresebb nyílt bandaháborújában. Később a 60-as évekre újjáépülő bandák hatalma a 20-as évekbeliekén is jócskán túltesz majd. A hatóságok akkor is tisztában voltak a szindikátus vezetőinek nevével, de akkor sem indítottak eljárást ellenük. Talán arra várván, hogy a köz, ahogy 1929-ben is, követelje a bűnösök törvényeli állítását. A garázsbeli hétrendbeli gyilkosságért senkit sem vádoltak meg.
de 19 hónapon belül a négy gyilkos maga is erőszakos halált halt. 1929. május 7-én John Scalise-t és Albert Anselmit meghívták egy banketre Al Capone villájába. Nem tudták, hogy a Capone meggyilkolására és birodalma átvételére kieszelt tervük lelepleződött. Köszöntőt mondanék jó barátaimra, Giovanni Scalise-re és Alberto Anselmire. Salut! Salut! És rohadjatok meg a pakolba! A büntényben résztvevő két állítólagos rendőr egyikét, Boris Chapmant 1930. január 5-én lőtték le, amikor ki akart rabolni egy St. Louis-i ékszerboltot. Adolf Müller holttestére egy tóban bukkantak rá a Missouri Joplin közelében 1930. szeptember 8-án. Vincenzo de Morat, alias géppuska Jack McGurn-t egy chicagói bowling csarnokban gyilkolták meg 1936. február 15-én, csaknem pontosan 7 évvel azután, hogy kitervelte a Valentin napi vérfürdőt. Követői kivégzése után nem sokkal George Clarence Moran eltűnik Chicagóból. Miközben bankrablásért 10 éves börtönbüntetését tölti a Kansas-i Leavenworth szövetségi fegyházban, tüdőrákban meghal 1957. február 25-én. Alphonse Capone-t nem vádolták meg a Valentin napi vérfürdő kapcsán, ám érintettségét sosem vonták kétségbe. 3 hónappal később börtönbe kerül, és hátralévő 18 évének több mint felét szövetségi fegyintézetben tölti. 1947. január 25-én elborult elmével és a szifilisz által megnyomorított testtel meghalálmában. Február 4-én örök nyugalomra helyezik családi sírhelyükbe a chicagói temetőben. Szöveg Vajda Evelin. Szerkesztő Nevelős Zoltán. Felvevő hangmérnök Szabó Kevin. Keverő hangmérnök Kis Pál. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Pócsik Ildikó. A szinkron az MTVA megbízásából a Mahír stúdióban készült. Produkciós vezető Fodor Eszter.